Köszöntöm a nézőket, nézzék meg mai adásunk tartalmát. Luther Márton Ágoston rendi német szerzetes teológus 1517. október 31-én függesztette ki az egyházi megújulást követő reform téziseit a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ettől a naptól számítjuk a reformáció kezdetét. A reformáció emlékévében csaknem 400 programot tartottak az egész Kárpát-medencében. Az évfordulóra emlékeztek a megyében is. Gál Sándor református esperest és Zsarnai Krisztián evangélikus esperest kértük fel a jubileumi év összegzésére. A vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gál Sándor református esperes és Zsarnai Krisztián evangélikus esperes a vendégünk, és a Reformáció 500, egy kerek jubileumi év végéhez érkeztünk el. Fontos arról beszélni, hogy 1517-ben az új tételek, az a hit, amit Luther Márton adott az embereknek, mit indított el. Tehát mindig a kezdet, mindig a legelső gondolat nagyon fontos. Esperes úrra nézek. Hát én azt gondolom, hogy egy olyan hitbeli megvilágosodásnak nevezhetjük a lutheri fellépést, amely nem előzmények nélküli volt, hiszen a történelmet vizsgálva egy nagyon komoly előreformációs mozgalom melegítette a Európának a légterét, vagy az egyházi életnek a közterületét. Luthernek a fellépése azokkal a pontokkal, amelyeket kiszögezett a vártemplom kapujára Wittenbergben, az tulajdonképpen a megállíthatatlanságát fejezte ki annak a folyamatnak, amely már korábban elindult Isten lelke irányítására, ami hitvallásunk szerint. Tulajdonképpen a mondat végére pont került ezzel, hogy Luther nyilvánosan vállalta ezeket a tételeket, illetve a pont újabb mondatok megfogalmazását hívta elő, nem csak az ottani helyi társadalomban, hanem európai méretekben is. Milyen örökséget adott Luther, illetve a tanai, milyen örökséget hagytak hátra? Alapvetően fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nyilván nem volt Luthernek a naptárába beírva, hogy 1517. október 31-én egy reformációt fogok elindítani, és kiszegezem a vártemplom kapujára, hanem egy vitát szeretett volna kezdeményezni. Párbeszédre kész volt Luther, csak alapvetően azzal szembesült, hogy nem talál meghallgattatásra az, amit ő szeretne az egyházban elindítani. És aztán egy nyilvános vita után, egy nyilvános felkérés után, és ezt mindig tapasztaljuk az egyház történelemben, hogy az alulról jövő kezdeményezés, az alulról jövő reformációnak van ereje. És ez történt 1517-ben, a 16. században, az előzményekben is, hogy nem egy felülről jövő, hanem egy alulról jövő kezdeményezés. És az örökséget tekintve pedig úgy gondolom, hogy 500 év múltával is mindig annak van ereje, amit Isten alulról kezdeményez. Ezért nagyon fontos, hogy ugye az egyház a gyülekezeteiben él, és a gyülekezetekben elindult reformáció az, ami majd aztán hatással lesz az egyház életére is, és természetesen a társadalom életére is. Szükség volt-e annak idején erre a fajta megújulásra, újításra, és szükség van-e ma is az ilyenfajta megújulásra, megújításra a protestáns egyházak tekintetében? Hát érdekes azt mondani, hogy megújítás, mert tulajdonképpen a reformáció nagy cselekedete az valami nagyon réginek az előhozatalát jelentette. Tehát szeretjük az új felé fordítani, a változatosság felé fordítani az arcunkat, de Luthernek a nagy felismerése egyedül a Szentírás, amely aztán szinte előhívta a többi
reformátori tételt, az egyedül hit által kegyelemből is egyedül Krisztusért van üdvösség, illetve a legvégén a Calvin által szeretett egyedül isteni, a dicsőség reformátori mondat. Ezek nem a 16. század találmányai, hanem ezek az ős keresztjének, a keresztény egyház születésével együtt járó adottságok, ajándékok, csak rárakódott a por, rárakódtak emberi intézkedések, egyházi cselekmények, dogmák, és tulajdonképpen ez történik, hogy jön valaki, vagy jönnek valakik a 16. században, akik látják ezt a sokféle rárakódottságot az egyházi életre, meg természetesen a társadalmi életre is, és azt mondják, hogy vissza kellene menni az eredetihez. A kérdéshez visszatérve, ma is azt gondolom, hogy egy ilyen rohamosan változó világban, amit láthatunk technikában, kultúrában, divatban, lehet, hogy nem az az irány, az élet iránya, hogy valami újszerű, új profilt kell találni, hanem a reformáció nyomvonalán haladva az eredetit, amit az Isten eleve beleteremtett az életünkbe, a vele való kapcsolattartás lehetőségeibe, és a kevesebb, az sokkal több. Számomra a reformáció üzenete, az öt reformátori alaptétel, amit minden fórumon át tárgyaltunk közösen is az evangélikus egyházzal, meg külön-külön is a magunk közösségeiben, mindig arra emlékeztettek ebben az esztendőben, hogy bátran az eredetit, bátran, és nem kell szégyelni akkor sem, hogyha valaki megmosolyogja, vagy divatja múltnak tartja, vagy éppen ez a közszemlélet pecsételi meg, hogy nekünk nem ez kell, hanem valami olyan kifejezés kell, amit még soha nem hallottunk. Nincs olyan. Az eredetihez vissza, és ez gondolom, hogy megteremti a szükségszerűen új arculatát is a mai egyházi életnek. Mégis ebben az évben folyamatosan hangsúlyozták azt, hogy a reformációnak ma is ugyanaz az üzenete, ami 500 évvel ezelőtt volt, tehát hogy egyfajta törekvés vagy vágy a belső megújulásra, és akkor ez érthető egyházi vonatkozásban, de akár az egyén vonatkozásában is. Miért volt fontos ezt hangsúlyozni? Én is megerősítem azt, amit Esperes úr mondott, illetve még inkább visszatekintenék, hiszen azért a Biblia történetében is olvashatunk arról, hogy akkor is volt reformáció, hogyha csak Jósiás király intézkedésére gondolok, aki megtalálta a tekercseket a templomban, és aztán az volt az első kérdése, hogy akkor menj és kérdezzétek meg, hogy mit jelent ez rám nézve és az én népemre nézve. Ott is az egyén az, aki előtérbe kerül, tehát a király kerül előtérbe, hogy az ő életére nézve mit jelent a Szentírás, mit jelent az ige üzenete, az Istennek a szava. És aztán utána pedig az egyének a megújulása által jött a társadalom megújulása, hiszen akkor volt egy nép életében egy nagy felemelkedés, erkölcsileg, szellemileg, morálisan, gondolkodás szempontjából is. Tehát a reformáció az nagyon fontos, hogy azt nem globálisan kell tekinteni, noha egy egész világméretű volt egyébként a reformációi mozgalom, de az biztos, hogy egy ember életében indult ez el. Ez az egy embernek az életében a felismerés, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni, ahogy olvashatjuk a római levélből. Ez a felismerés, és aztán ez átterjedt más emberre, aztán gyülekezetekre, egyházra, egész Németországra, és aztán a Németországot körülvevő más népekre, és egy egész világméretű. De hol indult el? Az egyénnél. És másrészt nem csak a gondolkodásmódban, ami utána magával hozta a változást a kultúrában, de akár a gazdasági, társadalmi életben is, akkortájt és utána is folyamatosan. Ugye azt is hangsúlyozták ebben az évben, a reformáció 500. évében, hogy egy igazi kommunikációs forradalom volt az, amit Luther elindított. Hát egyrészt a vita, ami mondjuk nem volt teljesen kezdetleges, meg alapozatlan, de az, hogy alapvető hittételek kérdésében a vitaformát vállalja magára 1517-ben, az egy teológiailag elismert, tehát nem az ismeretlenségből előhúzott forma, de azért ekkora köznyilvánosság elé vinni olyan súlyú hittételeket, amelyek ott vannak a pontok között, az egy komoly vállalás.
illetve a 16. század eseményei között a könyvnyomtatásnak, a Biblia fordításnak és terjesztésnek a kérdése az a mai kommunikációs, hát nem mondom, hogy zűrzavarhoz, de lehetőség áradathoz képest, az egy kiforrott, egy nagyon megbízható, és a tanokat, illetve a Szentírás üzenetét nagyon biztonságosan terjeszteni tudó csatorna volt, hiszen ez nem azt jelentette, hogy minden embernek lesz Bibliája, hanem térségeknek, nagy családoknak, uraságoknak, egyházi közösségeknek jutott egy-egy eredeti szentírás, ami végtelenül felfokozta a kommunikációt nem csak az emberek között, hanem ami közös hitvallásunk szerint az Isten és ember közötti kommunikáció. Tehát a sok találgatás, a csak képi vagy egyéb művészi kiábrázolás útján terjesztett sejtelmes üzenetek az Istentől, a mennyből. Na most erről a leplet berántotta a Biblia kézbevétel, és akkor lehetett olvasni a Szentírást, és amit olvastak, azt közvetlenül lehetett osztani, szétosztani egymás között. Kíváncsi vagyok Esperes úr véleményére is, hogy miért volt igazán nagy kommunikációs áttörés ez az időszak. Én is úgy gondolom, hogy az akkori környezetben óriási dolog volt, hogy emberek kézbe vehetik saját nyelven a Szentírást, és hogyha megnézzük a történelmi folyamatokat, ugye itt 1517-ről beszélünk, és utána pedig 1541-ben már Magyarországon magyar nyelvre volt fordítva az Új Szövetség, Szilveszter János nevéhez kötődik, és 1590-ben pedig Károli, aki az egész Szentírást lefordította. Tehát azt látjuk, hogy az a fajta kommunikációs csatorna, amit itt Esperes úr is említett, az a kommunikációs csatorna az hihetetlen módon megnyílt hétköznapi emberek előtt, lelkipásztorok előtt, papok előtt, akik addig, mintha ilyen privilégiumként saját maguknál tartották volna, és egyszer csak hétköznapi emberek számára is elérhetővé vált a Szentírás. Tehát ez egy óriási dolog. Nyilván a mai kommunikációs robbanáshoz képest mi talán kevésbé értékeljük azt, ami akkor volt, de az biztos, hogy megváltoztatta és felforgatta az egész világot. És hát alapja is tulajdonképpen a jelenlegi kommunikációnak is, ami az emberek között, vagy egyház emberek, ember és Isten között zajlik. Beszélgetünk arról, hogy a megújulás, megújítás, ahogy Esperes úr mondta, talán nem is jó fogalom, de valaminek a változtatása, a megváltoztatása egyfajta igényként utána is folyamatosan jelen volt az egyházaknak, protestáns egyházak életében. Ezt mai napig vizsgálják, ugye beszélgettünk mi korábban is Reformáció 500 kapcsán, és mondták, hogy hogyan lehet megújítani az egyházat, hogyan lehet még közelebb vinni a vallást és az egyházat az emberekhez. Ez ma kimondottan egy fontos feladat. Nem tudom, melyik rők van a szó. Nagyon érdekes, nyilván itt lehet nagyon finomítani a szavakon, de a megújítás, megújulás inkább két szó között inkább azt hangsúlyoznám, hogy azért megújulás, mert az egy kicsit ilyen passzív. Tehát nem én vagyok, aki újítok, nem én újítom meg az egyházat, hanem én, ha lehet így fogalmazni, egy passzív eszköz vagyok ebben a helyzetben, hiszen engedem, hogy Isten szent lelke legyen az, aki megújítja az egyházat, hiszen ahogy az én életemben is megújulásra van folyamatosan szükség, és ebben nem én vagyok az aktív cselekvő alany, hanem hiszem azt, hogy Isten szent lelke engem újít meg. Tehát én passzív, ha lehet így fogalmazni, szenvedő alanya vagyok, idézőjelben. És az egyház nyilván mindig megújulásra szorul, és mi nem szeretnénk kisajátítani, hogy a protestáns egyház, a katolikus egyház számára is megújulásra van újra és újra szükség, amit egyébként fölismertek, hiszen azért látjuk, hogy a zsinati intézkedésekkel azért ők is megpróbáltak a reformációval együtt haladni, ha egy kis fáziskéséssel is, de azért ott voltak ők is. És a 21. században is azt gondolom, hogy újra és újra reformációra van szükség, ahogy szoktuk is mondani, hogy az egyház mindig reformációra szorul. Én még mindig visszahúzódnék ettől a megújulás kérdéstől, annak ellenére, hogy vallom ezeket a gondolatokat.
Az identitás megtalálása, vagy az identitás visszatalálásának a kérdése, ami az Isten eredeti elgondolás az emberre vonatkozóan, ránk vonatkozóan. Ebben az évben, a jubileumi évben nagyon szépen élhettük át a protestáns identitásunkat, éppen azzal, hogy az eredeti reformátori tételek, vagy bibliai tételek kerültek napirendre. Én nagyon nagy élménnyel éltem át mondjuk az öt reformátori tétel végig prédikálását a gyülekezetben, vagy más gyülekezetekben is, és az volt az érzésem, sőt a meggyőződésem is, hogy nekem most nincs szükségem, vagy nekünk most nincs szükségünk extrákra. A mi extránk az az alapvető identitásunkat meghatározó kegyelem, amit Isten Jézus Krisztusban közölt, és most ugye karácsony környékén vagyunk. Amikor ez megvilágosodik az ember számára, és ezt a Szentírásból érdemes, mert ezt az utat választotta Isten megtalálni, akkor bomlik ki tovább a hit általi megmaradás és a hit által való élés. Szóval lecsupaszítani sok mindent az egyházi életről annak érdekében, hogy az alapvető identitásunk, Istenhez tartozásunk, megváltottságtudatunk, Krisztusban való szabadításunk, az élvonalas maradjon. A vészhelyzet mindig akkor kezd kialakulni, amikor az másod, harmad, ötöd rangúvá válik, mert az egyháznak éppen más dolga van. Az egyház fő dolga az, hogy az Isten és ember közötti kapcsolatot, ami egy Krisztusban értelmezhető, azt napra készen tartsa, minden nap elmondja, ne szégyelje újra mondani. Lehet, hogy más szókészletet kell használnunk, hiszen a mai fiatalok más szavakat is használnak. Lehet, hogy meg kell magyarázni a régi szavakat a mai középnemzedéknek, azokat, amelyeket a nagyapáink használtak. A lényeg az ugyanaz. Én ebben látok nagyszerű lehetőséget, láttam lehetőséget az idén, hogy vissza kellett térnünk, és ez a visszatérés az új arculatot is előhívja. Tehát én attól nem félek. Tehát az arculat tervezés az másodlagos dolog. Az igazi tartalom kér magának ábrázatot, csatornákat, formákat, szavakat, és ebben biztatom, mint önmagunkat gyakorlatilag, meg egymást is biztatjuk, hogy merjük ezeket az eredeti, a keresztény ember identitását meghatározó tényezőket napra készen tartani. A jubileum kapcsán rengeteg rendezvény volt, mondhatom úgy is, hogy még több találkozás egymással, az emberek szélesebb tömegével, rétegeivel. Milyen visszacsatolás érkezett az egyházakhoz a reformációról? Megmozdult az egyház népe, azt gondolom, hogy az egyház magáénak érezte. Tehát itt most nyilván magunkról beszélek, de azt gondolom, hogy a testvéregyházról is beszéletek, de nálunk ez a jubileum év megmozgatta a gyülekezeteket. Rengeteg gyülekezeti program volt, és tavaly akkor, amikor az esperesek és a püspökök egyeztettek, akkor hangsúlyoztuk azt, hogy nem a közegyházi programok kell, hogy prioritást kapjanak, hanem a gyülekezeti alkalmak, a gyülekezeti programok, és a reformációi emlékbizottság is ezt kívánta támogatni inkább elsősorban, hogy a gyülekezetekben a gyülekezeti tagok és a lelkészek, a különböző közösségek erősödjenek meg a jubileum év kapcsán, és ők emlékezzenek elsősorban. Természetesen volt megyei és országos szinten is megemlékezés, de ezek már, ha lehet így fogalmazni, haba volt a tortán, ezek az országos programok. Mit adott ez az év önöknek? Mit visznek tovább? Bennem az az érzés nagyon erős, amit korábban fogalmaztam, hogy a letisztultságot. Tehát annak ellenére, hogy rengeteg szervezési munkával járt együtt, mindkettőnk szolgálatához hozzátartozott ez a küldetés. Igyekeztünk a gyülekezeti szinten, egyházmegyei, kerületi, országos, parlamenti szinten is megjelenni és méltóképpen ünnepelni, de nekem közben folyamatosan ez a megerősödés
alakult ki a gondolkodásomban, hogy reformátusabb reformátusnak lenni, vagy mondhatom evangélikusabb evangélikusnak lenni, ezt adta a számomra. Tehát nem csak jó érzéssel töltött el, hanem nagyon nagy biztonságot adott az, hogy jó alapjaink vannak, jó irányba haladunk, és ez egy nagyon nagy felelősség, hogy ezt tudatosítsuk önmagunkban, az egyháztagjainkban, de nem csak az egyháztagjainkban, hiszen az egyház nem önmagáért él, hanem egyház azért van, hogy a világért éljen, és a világot oda vezesse az élethez, az élet urához. Én megerősödést kaptam fizikális fáradtságokkal együtt és ráfordításokkal együtt, de inkább sokszoros az erőforrás, amit ezekben az említett nagy találkozásokban, kulturális lelki programokban élhettünk meg közösen és meg külön is. Nekem sokat jelentett az, most nagyon emberi léptékkel fogalmazok, de nekem sokat jelentett az, hogy feltételezhetően az ezret nem fogom megélni. Tehát ez csak most adatik nekem, hogy az 500-at átélhettem, megélhettem, és tényleg egy nagyszerű dolog volt. És azt gondolom, hogy gyülekezeti szinten az tényleg, ami itt elhangzott, hogy az identitásban erősített bennünket, hogy igen, mi annak a gyermekei lehetünk, amiben Isten elkezdett cselekedni, elkezdett munkálkodni, és mi lettünk aztán másképpen fogalmazva a végtermék. A másik pedig, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és ezt én ahol lehetett hangsúlyoztam, hogy az egy óriási dolog, hogy van egy állam, aki ilyen mögébe áll. Tehát megadtak minden lehetőséget, akár anyagi forrásokat is biztosítottak, de nem is ez az elsődleges, hanem az, hogy magáinak érezte az állam is, a kormány is, hogy odaálljon emellé az ünnep mellé. És ugye január 6-án volt az első, a kezdet, ha lehet így fogalmazni, a MÜPÁ-ban, és akkor is a gyülekezetek megmozdultak, és ott voltak, és aztán tényleg a sportcsarnokban pedig ott volt a záró alkalom, tehát egy két pillére volt ennek az ünnepnek, és azt jó volt látni, hogy a kálvinista miniszterelnök úr egy szép beszéddel, megható, megindító beszéddel köszöntötte a protestáns egyházakat. Még egy fontos gondolat, hiszen karácsony környékén kerül ez a beszélgetés adásba, és ugye, ha már a reformáció és a megújulás, újítás, változtatásról beszélgettünk mindeddig, akkor ugye 1532-ben Luther mondta, hogy Isten legnagyobb kegyelme és adománya, ha az ember igaz, lelkű, istenfélő, házias feleségre talál, akivel lelkében él, aki gyerekeket szül neki. Tehát a karácsony családi ünnep, és még csak egy érdekesség, hogy ugye az első karácsonyfát is Luther Márton állította, és díszítették föl. Miként segítheti a hitbéli meggyőződése ma a családokat? Hát biztonságra vezetheti őket, hogyha az embernek a Krisztusban adott örök élete elrendezett és hitvalló keresztényként ezt vallja, akkor ez átjárja a szoba minden sarkát, a tűlevelek között is jelen van. A gyermekeink nevelésében, saját gyermekei nevelésében, a ránk bizott emberek közötti szolgálatban ez egy olyan harmonikus jelenlétet biztosít a számunkra, ami felülmúlhatatlan. Tehát én nem tudok többet adni, nem is szeretnék többet adni annál, mint amit Isten adott nekem, amit rám bizott, és ezt boldog örömmel teszem közzé televízióban is, a szószéken, meg az utcán is. Azt gondolom, hogy a család alapja éppen Jézus Krisztus, és attól lesz a családnak megtartó ereje, hogy egy olyan rendíthetetlen, biztos alapra épül, amely a legnehezebb időszakban, hiszen látjuk, hogy ma a mozaik család az, amely előtérbe került, éppen az ad majd a családnak biztonságot, hogy Jézus Krisztus lesz az, aki összetartja. És így lehet megélni akár a karácsonyt, a várakozást, az adventi időszakot, és így lehet megélni akár a krízisben is azt, hogy, hogy,
hogy Jézus át tud vinni nehézségeken, és így lesz a családnak is erős, megtartó ereje. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük a lehetőséget. A nézőknek a figyelmet, viszontlátásra. A műsor helyszínét a megújult Victoria Garden biztosította.